Nagy szeretettel köszöntöm az emlékkönyv nézőit. Újabb emlékkönyvlapra jutottunk. Én Csuka Tibor vagyok, és a mai vendégem Simon Károly, nyugállományú rendőr alezredes. Köszöntelek, Karcsi, a stúdióban. És köszöntöm a nézőket is. És el kell, hogy mondjam, hogy a technikai pult mögött ennél az adásnál Nokta Gábor ül, aki a kiváló hang és képminőségért fog felelni, úgyhogy Gábornak is jó munkát kívánunk innen. Ahogy minden műsorban szoktuk kezdeni, felolvasom az interjú alanyom életrajzát azért, hogy egy kicsit a kedves nézők is képbe kerüljönek veled kapcsolatosan. 1962. szeptember 30-án Kiskunhalason születtél, édesapád Simon Károly, gépipari technikus esztergályos. Édesanyád Fábián Rozália, aki a családanyaság mellett egy húsipari cégnél helyezkedett el, jelenleg nyugdíjas. Ketten vagytok testvérek, húgodat Edinának hívják. Az általános iskoláidat Kiskunhalason végezted, megismerkedsz a birkózással, mint sporttal. A helyi zeneiskolában 7 évig gordonkázni tanultál. 1977 és 81 között a Veszprémi Vegyipari és Alumínium Ipari Szakközépiskolába jártál. 1981 és 83 között elhelyezkedtél a Csepel Művek székesfehérvári gyáregységébe, a nehézfém öntödébe, mint röntgen laboráns. Ott minőségellenőri munkákat végeztél. 1984-ben visszajössz Kiskunhalasra a közútépítő vállalathoz, itt szintén minőségellenőrként tevékenykedsz, és lehetőséged van az ellenőrzés technológiáját is kialakítani. Katona Ercsiben voltál, majd 1985-ben a leszerelés után már a rendőrség állományba kerültél Kiskunhalason. 1988-ban a rendőrtiszti főiskolát kezded meg, a megye legjobb eredményével, felvételi eredményével és a diplomaosztásnál miniszteri kitüntetéssel fejezed be azt. 1990-ben Kiskunmajsára helyeznek, mint bűnügyi helyettes. 1991-ben az akkori főnöködet áthelyezik, és megkapod a kiskunmajsai rendőrőrs parancsnoki posztját. Második házasságodat 1996-ban kötöd, párod Barina Erika. Három gyermeket neveltetek, illetve neveltek, hiszen ők már felnőttek. 1991-ben születik Szabolcs fiad, akiből szociológus válik. 1996-ban közös gyermeketek születik Szilvia, aki gépészmérnök lesz. Erika pedig a nevelt lányod, aki sikeres kutya kozmetikus itt Kiskunmajsán. 2005-ben 14 év parancsnokság után Kiskunhalasra helyeztek, ahol az akkor nyugdíjba vonuló kolléga helyére közlekedés, rendészeti és közbiztonsági osztályvezetőnek neveznek ki. 2010-ben korengedményes nyugdíjba vonulsz. 2012-től a Kiskunmajsai járás önkéntes területvédelmi tartalékos század parancsnoka vagy, mint önkéntes műveleti tartalékos katona századosi rangban. 1990-es évektől kezdődően igazából már elkezdted, és a mai napig egy kis megszakítással savanyúságokat árultok kedves feleségeddel. Mindeközben tagja vagy a Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesületnek, a Kiskunmajsai Asztali Teniszklubnak, a Kiskunmajsai Teniszklub tagja vagy, és a Ponyhorgász Egyesület alapító tagja. Van-e ebben valami kiegészítené valót, vagy az így megfelel a valóságnak? Köszönöm szépen. Hát az első kérdésem az még a középiskolával kapcsolatos. Hogyan lesz egy kiskunhalasi srácból veszprémi középiskolás? Három nagyon jó képességű osztálytársam volt általános iskolában, és valahogy el kellett kezdenünk szakosodni, hogy ki miben legyen tudós, mert ugye ezek reál tantárgyakra vonatkoztak. Az egyik riválisom úgymond a tanulmányi versenyben, ez nem kiírt verseny volt, ezt csak magunk között írtuk ki. Az egyik ő matekos lett, egyébként tanárember lett belőle, a másik a fizikára szakosodott építészmérnök, én pedig
a kémia maradt a három reálból, és volt egy elhivatott általános iskolai tanárnőm, és ő indított el azon az úton, hogy elkezdtem 7-ben, 8-ban kémia versenyekre járni. És ezek a kémia versenyek azért helyek közel jól sikerültek. A megyei versenyt 8-os koromban megnyertem, az országoson leszerepeltem különböző okok miatt, de ez már egy lökést adott. Abban az időben három szakközépiskola működött az országban. Akkor úgy mondták, hogy országos beiskolázás körül. A nagykanizsai, a veszprémi és a budapesti. Na most ezek közül nekem valamiért a veszprém tetszett meg, és hát oda felvételiztem, akkor felvételizni kellett, felvételt nyertem, és így lettem majd 4 év múlva vegyész. Az igaz, hogy amikor te ott kezdted a tanulmányaidat, akkor igazából tanúja lehettél a híres veszprémi kézilabda csapat indulásának, és legalábbis az elődjének? Hát a jog, mindenképpen jog elődje, mert megnézzük a veszprémi építőknek a címerét, abban az 1977-es évszám szerepel, és a középiskolánk hátsó bitumenes pályáján kezdték meg az edzéseket. Nyilván nem Bajnokok Ligája szintű csapat volt akkor, de az volt az első lépés a mostani szép eredmények felé nekik. Az általános iskoláról is van még egy kérdésem, hát illetve igazából a zeneiskolás tanulmányaidról. Nagyon meglepődtem, amikor említetted, hogy 7 évig gordonkázni tanultál. A hangszer választott téged, te választottad a hangszert, egyáltalán a családban van ennek hagyománya? Hát a zenélésnek van. Édesapám trombitált, a anyai nagypapám citerán játszott profi módon, apai nagyapám pedig tangóharmonikázott, a húgom pedig zongora tanár jelenleg is Szegeden. Úgyhogy a család, mind a három gyermekem zongorázni tanult. A csellót meg, hogy miért választottam, családi legenda van erről, miszerint ugye zongorát nem, jó, akkor mi legyen, hát a fúvósok nekem nem tetszettek, és akkor édesapám emlegette, hogy azért választottam a gordonkát a vonósok közül, mert az bűve is lehetett csinálni, a hegedűt meg nem. És én erre ugyan nem emlékszem, de a családba ez úgy beleivódott a családi tudatba, hogy azért választottam a gordonkát, mert azt ülve is lehet csinálni. Egyébként van majsai vonatkozása még a csellózásomnak, mert Bodor Zoltán tanár úr akkor még szerintem igen-igen fiatal pedagógusként tanított gordonkázni kiskóalason. Tehát őt nem csak a pingpongból ismerem, mert kiváló asztali teniszező, hanem úgyis, mint volt tanárom. Milyen kicsi a világ összetalálkozni velük. A másik kérdés az szintén a tanulmányokkal kapcsolatos, de az már a főiskolával kapcsolatos, hogy hogyan, vagy mitől leszel te ilyen sikeres rendőrtiszti főiskolás? Mert hogy ugye miniszteri kitüntetéssel fejezed be, hogyan sikerül ezt elérned? Hát egy óriási sanszom volt. Mert amikor én rendőrtiszti főiskolára kerültem, akkor én már 3 éve nyomozóként dolgoztam, főiskolai végzettség nélkül nyilván, és rengeteg mindent megtanultam, leginkább önképzés formájában arról, amit később ugye tanítottak a rendőrtiszti főiskolán. Nem voltam rá soha megnézni, hogy mit miért kell úgy csinálni, ahogy büntetőeljárásjog, büntetőjog, ezek a jogágok, amik leginkább kriminalisztika, ami leginkább ugye a napi munkába használ az ember, felhasznál vagy alkalmaz. És én már akkor jó felkészülten tudtam oda menni. Hát a felvételit is említetted, ott pedig a magyar meg a történelem az nekem a mai napig óriási kedvencem. Tehát gyakorlatilag kislányommal, szívlányommal együtt érettségiztünk, ő ment ugyan be, de beszéltük át a csatákat, háborúkat, történelmi eseményeket. Azt mondja, apa, te honnét tudsz ilyen mindent? Hát mondom, érdekel, és így meg kénytelen vagyok, megjegyzi az ember. És Kiskunhalason pedig ugye akkor előtte, ugye 3 évvel előtte ugye a főiskola alatt is nyomoztam. Hogy lesz valakiből nyomozó?
miért a nyomozó pályát választod, illetve hát egyáltalán van-e lehetőséget kezdőként választani a különböző területek között egyáltalán? Hát most az lenne szimpatikus, ha azt mondanám, hogy kisgyermekkorom óta a bűnt akartam üldözni. És a kántorkutyát nézted a televízióban? És néztem a tizedes meg a kántorkutyát. Nem, nem, ez a vegyész tevékenységem az Zsák utcába futott, nem láttam előmeneteli lehetőséget sem, sem anyagi, sem erkölcsi elismerésben. A sorállományi akkor még Magyar Néphadseregnek hívták a honvédséget, ott kapacitáltak, hogy maradjak ott katonának, hát azt semmiképpen nem gondoltam járatóútnak, és elkezdtem gondolkodni, hogy valami olyan területen kéne elhelyezkednem, ami tovább visz, vagy előrébb mutat, mint a befulladt vegyész tevékenységem. Uh-huh. És elmentem jelentkezni, volt felvétel. Érdekes volt, mert bementem az akkori parancsnokhoz, kiküldtek az irodába, és meg kifogadtak, hogy hány lemezszekrény volt a szobában, hány világítótest, hány íróasztal. Az a hölgy, aki bejött, az milyen ruhában volt. És hát ezeket úgy nagyjából úgy megjegyeztem, megfeleltem, és hát belekerültem a mély vízbe, azért is kellett sokat önképeznem magam, mert ugye gyakorlatilag mindenféle képzettség nélkül kezdtem én el a nyomozói szakmát. Nyilván voltak oktatások, nyilván voltak tanfolyamok, amiket el kellett végezni, de azért az azért nem olyan alapos, és hozzá kellett tanuljak. És valahogy ez így alakult. Aztán a nyomozásból meg lett ugye, a közbiztonság felé eltolódtam, de ez már Majsának a hozománya. Avasd be bennünket, hogy mitől jó nyomozó egy nyomozó? Mitől lesz sikeres egy nyomozó? Hát a nyomozás az, nem akarok senkit elrémíteni, de az nem olyan, mint ami a filmekben van, mint a Stark és Hatchban, meg a hasonló, vagy a Kalambóban, hogy mindig eszébe jut valami magvas gondot. Egy óriási, kell hozzá mindenképpen jogismeret, kell hozzá a kriminalisztikai ismeretek, és óriási kitartás. Tehát kitartás, mert egy lélekölő munka. Az a filmekben nagyon mutatós, hogy oda mentem, elfogtam, bevittem, és már megyek haza. De ez az életben nem ilyen. Ez egy nagyon lélekölő, monoton, mindig kérdezni, ugyanazt kérdezni 100 embertől, 50-től, bele lehet fáradni. Szóval az sem véletlen, hogy mondjuk, ha egy nyomozó engem megkérdez, és többször ugyanazt megkérdezi, az nem véletlen, mert hát adott esetben, igen. Nyomatékostani, vagy megtudni tőlem valamit. Hát, vagy arra kíváncsi, hogy jól emlékszel-e, vagy ugyanazt mondod, de még egyszer a harmadszor. Időben 1991-nél tartanánk. 91-ben kerülsz kiskomolysi rendőrőrshöz, mint őrsparancsnok. Igen. És azt szeretném megkérdezni, hogy milyen feladatok vártak itt rád. Nyilván nagyon fontos a dátum amiatt is, mert ugye a rendszerváltozás ekkor történik Magyarországon, és gondolom van egy új szemlélet. Milyen feladatot kapsz a parancsnokodtól? Hát a feladatom az volt, hogy legyen rend Majsán. ami így feladat meghatározásnak egyszerű, amúgy végrehajtani nem volt olyan könnyű. Az az igazság, hogy akkor mindenki tanult a demokráciát, vagy amit most demokráciának hívunk, hogy hát rendszerváltás az 89-ben megtörtént, 90-ben ugye a Majsai első képviselőtestület fölállt, és hát ott a képviselők is, meg mindenki tanulta ezt, meg mi is, meg én is tanultam, hogy hogyan kell nekik megfelelni, mik a városvezetésnek az elvárásai, mi a én szakmai vezetésem elvárása, meg mi a beosztottaim elvárása velem szemben, meg mi a lakosság elvárása a rendőrsége szemben. Tehát nagyon sok rétű volt ez a feladat. Én ösztönösen, még rendszerváltás előtt is már ezt a most már elcsépeltnek tűnő szolgálunk és védünk szlogent tartottam magam ménak, ugyan nem így fogalmaztam meg, hanem úgy, hogy segítsük az embereket, ahol tudunk. Nyilván, hogyha valaki jogsérelem ér, akkor
akkor a rendőrséghez fordul elsősorban, és ott segítsünk, adjunk meg minden segítséget, amit csak tudunk. Uh-huh. És ugye ennek utána lett az országosan a szolgálunk és védünk szlogen, és megtanultuk egymást a polgármesterekkel, képviselő urakkal, hölgyekkel, hogy közmeghallgatások, ugye új szín volt régen is, de itt azért már szabadabban kérdeztek, bátrabbak voltak az emberek. Uh-huh. Volt néhány érdekes sztori ott is. Szóval, hogy igazából saját magatokon kellett megtanulni azt, hogy nem volt ez nagykönyvbe leírva, ugye, hogy hogyan kell ebben az új rendszerben elhelyeznetek saját magatokat is. Igen. Volt ebből konfliktusod egyébként? Jelentős nem, mert akkor már nem én lettem volna az ősprónásnak. Jelentős nem volt, de olyanok azért voltak, hogy ugye a képviselőtestületben is különböző frakciók voltak. Az egyik frakció megkeresett, tájékoztattam. Ha megkeresett volna a másik, azt is tájékoztattam volna, mert miért is ne. Ha egyénileg kerestek, meg akkor is. És akkor ilyen sztereotípiák alakultak, hogy megvette az ősprónásnokot a nem tudom melyik párt, akkor kimérték kilóra, nem tudom, másik pártnál, úgyhogy ilyenek voltak, de hát ez mindig marginális volt. Ők is belátták, hogy ez nem igaz. Tehát mindenkit, minden polgármestert, minden képviselőtestületet, mint ahogy most is, akkor is tájékoztattuk. Ezeket kellett tanulni. Nekik is, meg nekünk is. Tehát akkor a rendőrség átalakult egy ilyen karhatalmi erőből végül is egy ilyen szolgálók és védünk, ilyen szolgáltatássá próbált, szolgáltatóvá próbált válni. Voltak olyan kollégák, így nyilván név nélkül, akik ezt nehezen értették meg, hogy itt most más feladatok várnak, vagy nem is a feladatok mások, a hozzáállás más esetleg? Biztos voltak, de nem jelentős számmal. Ezen szerintem majd a történészek sokat fognak vitatkozni, hogy ez hogyan történt, hogyan zajlott le. Hát mindenki ragaszkodik a régihez valamilyen szinten, mindenki fél egy kicsit az újtól, valamennyire, valamiért, valamiért tart. Nem volt ez szerintem senkinek egyszerű, nyilván biztosan voltak, meg tudok is egy-kettőt, aki azért. Akkor volt is egy lehetőség, hogy ilyen korengedményes nyugdíjak, akik nem tudták ezt vállalni, nem akarták, vagy nem tudták vállalni, akkor ott elengedték. Uh-huh. Elsősorban az itt a vezetők játszottak szerepet vezetőknél. A 90-es években nekem két dolog jut eszembe, amit mindenképp szeretnék tőled megkérdezni. Az egyik az a Kürtösi Józsi diszkói, mégpedig csak annyit akarok megkérdezni tőled, hogy minden hétvégén több ezer, sőt, igazából azt hiszem már csütörtökön is volt, amikor mentek a diszkók, minden hétvégére több ezer ember érkezett Kiskómajsára. Ezt a mai fiatalok fel se foghatják, hogy mi volt itt. Azon kívül nyilván, hogy nagyon sokan nem szerették, mert esetleg egy kis hangerő, vagy egy kis dübörgés lehetett hallani. Én azért bízom benne, hogy nagyon sok szülő szerette is mindezt, mert a gyermekei ugye nem mentek vidékre, de rátok ez külön feladatot, több ügyeletet, egyáltalán rendfenntartást rótte. Azért mégiscsak sok fiatal érkezett. Hát ugye volt a Sündiszkó még az Árpád utcában, utána pedig lett az Ördögszigeten az a diszkó, amire legtöbben emlékeznek. Mindenképpen plusz feladatot jelentett nekünk, de ott a vállalkozó, a Kürtösi József, a belső biztonságért ő felelt át nekünk. A belső rend fenntartásában semmilyen szerepünk nem volt. Nyilván, ahol megjelenik több száz autó, meg több ezer, de hát nagyon sok ezer nem volt, de olyan 1500-2000-re satszolom én, annyi fiatal, hát ott azért mindig történt valami, mindig, tehát arra azért nekünk a szolgálatonnál szervezésén oda kellett figyelni. De azt vallom, amit te is, hogy legalább itthon voltak a gyerekek, és nem mentek el kedszerre, körösre, nem tudom hova, diszkóba. Mert akkor még az utazás is ugye ott volt, mint rizikófaktor, vagy mint veszélyforrás. Amilyen rossz hírét keltették a diszkónak, annyira azért nem volt az rossz. Most nyilván én vendégként alig elvétve egyszer vagy kétszer voltam, munkába, szolgálatba többször,
de nem volt. Én, az emlékeim szerint nem volt olyan, olyan problém, nem, tehát nem volt problémás a diszkó, sőt, sokkal kevésbé volt problémás, mint egy halasi, vagy akár egy félegyházi kecskeméti diszkó. A másik, az pedig egy ilyen 90-es évek közepe körül zajló esemény sorozat volt, hogy rengeteg autó eltűnt az Üdülőfaluban. És ennek a történetnek meglette a megoldása. Ugye nagyon sok autó tűnt el, nem tudtuk, ugye sok cikk is íródott róla, nem tudtuk, hogy ez most minek köszönhető. Erről esetleg mesélné nekünk, ugye akkor mi történt? Nagyon, tényleg nagyon sok. A hetente elloptak egy 4-5-6 milliós értékű autót, több milliós. Biztos ott azért nem tudok állítani, mert ritka eredménytelenségben szenvedtünk autólopás felderítés ügyben, nem azért, mert mi voltunk ügyetlenek. Pontosan hát a rendőrség volt ügyetlen, mert ki más derítette volna fel, de hát egy majsai őrsnek a szervezetbűnözés elleni föllépését azért nagyon óvatosan kell kezelni, hogyha minősíteni akarjuk. Sem eszközünk, sem pénzünk, se lomunk nem volt hozzá. Megtettük, amit tudtunk. Képviselőtestület ülésen még a Áforus Bandi bácsi volt a Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi Egyesületének a vezetője, és Üdülőfaluból jellemzően onnét vitték el a legtöbb autót, de vitték el a fürdőparkolóba, meg a város területéről is. És mondom, hogy hát mondom, Zrínyi is úgy védte meg a várát, hogy körbe árkoltatta, és az akkor még fejlődés alatt lévő Üdülőfalut a javaslatomra egy hatalmas árokkal körbe sáncoltuk. Persze hát ez se volt akadály, mert hozták a pallót és kivitték az autókat. Igen. A zöld határon is úgy vitték ki egyébként az autókat, hogy vitték magukkal a pallókat. Ugye akkor már ez a szocialista határzára, a műszaki zárak már megszűntek. Gyakorlatilag át lehetett járni, ha nem találkoztál határőr, akkor átsétáltál. Ugyanígy átmentek autókkal is. Hát igen, biztosan volt olyan a sértettek közül, akinek nem ellopták az autóját, hanem a biztosításra utazott. Nagyon sok autót ellopta konkrétan, tehát úgy, hogy abból az szerintem a Szerbia felé távozott az országból, vagy bontóba került, de nem tudtunk vele, nem tudtunk. Hosszú évekig azt hallgattam minden megyei főkapitánytól, hogy ez karcsi, szüntesd meg, mert ez tarthatatlan, de hát nem, igazából ezben nem tudtunk eredményt. Olyat látványosat vagy jó eredményt nem tudtunk elérni. 2005-ig vagy te Kiskomolysán rendőrőrs parancsnok. Így utólag visszagondolva, azért most már ugye eltelt akkor 15-16 év, úgy meg tudod mondani, így, hogy te milyen parancsnok voltál? Szóval, hogy utólag mit gondolsz önmagadról? Hát, meg tudom. Tudom, hogy nehéz kérdés, és nyilván... Ezen sokat gondolkodik az ember, főleg amikor elköszön. Én Majsán a 14-15 év alatt, meg utána Halasán az 5 év alatt, ahol szintén vezetőbeosztásban voltam. A beosztottak felé mindig a szigor, a szigorúság. Én azt vallottam, meg vallom most is, hogy aki egyenruhát húz, az nem lehet raca semmilyen formában. Sem nyelvtanilag, sem öltözetben, sem szakmailag az egyenruhában nem fér össze. Ezért szigorú voltam. Viszont aki abban meg következetes voltam, és most még mindig a kollégák irányába beszélek, abban mindig következetes voltam, hogy aki viszont letette az asztalra azt, amit én elvártam, ne adj Isten többet, vagy adja Isten többet, azok mellé viszont mindig kiálltam. Ezt gondolom én magamról, de hát be kéne hívni őket, azt megkérdezni, hogy mi a véleményük. Azt hallottam már vissza, hogy szigorúnak tartottak, de azt is, hogy abban is következetes voltam. És a parancsnoki munkának azért van egy másik vetülete, az a lakosság, vagy meg is az önkormányzat felé. Hát kritikát kaptam, mert nyilvánvalóan kaptam, de én úgy gondolom, hogy a mindegyik
regnáló polgármesterrel jó kapcsolatot tudtam ápolni, a képviselőtestületekkel jó kapcsolatot, társzervekkel jó kapcsolatot ápoltam, és lakosságban is ma is megkeresnek a mai napig, hogy parancsnok úr, és akkor mondják a problémát, ami azért 15 év alatt rengeteget változott a törvénykezés, meg a jogszabályok. Hát, ha nem vagyok biztos benne, akkor mondom, hogy vagy utána járok, vagy forduljon máshoz, mert azért napi szinten már nem követem. Igen, ez nagyon érdekes, hogy van egy karizmád, és ez nyilván avval, hogy te 2005-ben utána Kiskóhalasra helyeznek át, továbbra is itt vagy, ugye, meg a közösségekben ugye, részt veszel különböző tevékenységek folytán, ez megmaradt, és téged tényleg megszólítanak, és kérdeznek. És továbbra is Simon Károly, az egy rendőrös parancsnok, még akkor is nyilván természetesen, hogyha 15 éve nem. Van egy karizmád, ami az emberek számára egy ilyen megbízhatóságot sugároz. Ha mondhatok ilyet. Viccesre fordítanám a szótakat, hanem hogy olyan az arcberendezésem, hogy bizalom gerjesztő. De hát ezért én tettem is, mert a mai napig, ha megkeresnek, én segítek, ha tehetem. Segítettem mindenkinek, aki megkeresett. Aki nem keresett meg, hát az gondolom megoldotta máshogy. Meg mindenkivel nem is tudtam volna beszélni nyilván. De aki megkeresett, vette a fáradtságot, az mindegy, hogy ismerős volt, hogy nem. Azokon én a törvény adta keretek között, és a lehetőségeimnek megfelelően mindig segítettem. Meg segítek most is. De mondom, egyre kevesebbet tudok. Segíteni. Említetted, hogy 5 évet Kiskóhalason töltöttél utána. Erről mi keveset tudunk, kiskómalsaiak. Milyen beosztásba kerültél? Mi volt a feladatod ott? Hát közlekedés, rendészet és közbiztonsági osztályvezető voltam. Helyettesítettem a mindenkori halasi rendőrkapitány. Hát nagyon sok feladatom volt, nagyon sok. Valószínű, hát a körzeti megbízotti alosztályvezetése, vagy irányítása, mert az alosztályvezető vezette, a közlekedés rendészeti alosztály, ott hozzám tartozott az őrjárőrszolgálat, a fogda, az ügyelet, tehát... Hány ember volt ez összes? Hát abban az időben olyan 100 fölött. 100 rendőr fölött volt, aki a kezem, akit közvetlenül én irány, nem közvetlenül, a helyetteseim, vagy a beosztottaimon keresztül irányítottak. Nagyon, nagyon sokrétű volt, nagyon fárasztó, főleg úgy, hogy ugye 2005-ben bekerültem Halasra, 2006-tól azért azt tudjuk az összedi beszéd kapcsán, igen nagy erőket vontak el a vidéki rendőrségtől, hogy a pesti utcákon rendet tartsanak, rend legyen. Aztán voltak ugye a magyar gárdatok toborzás, akkor volt magyar NB1-ben női kézilabda a Halas, jött a Fradi kiemelt kockázatú mérkőzésnek minősítették. Iszonyat. Meg ugye volt a határ, tehát nagyon, nagyon sok rétű volt. Ugye ott Halason a három őrs, János Halma, Malsa, meg Tompa is a irányításom alá tartozott, tehát nagyon sok volt, nagyon sok. Ezzel a 14, illetve 5 évvel, és még előtte ugye voltál Kiskóhalason is még állományban. Jogos a kérdés, de ez igazából nem is csupán csak rád vonatkozik, csak a véleményedre vagyok kíváncsi, hogy torzul egy rendőrnek a személyisége azáltal, hogy ő rendőr lehet? Tehát, hogy tapasztaltál olyat, hogy hát mégiscsak egy adott ügynél ő a vezető, vagy odaérkezik valahova, akkor ő ugye parancsolhat az embereknek. Tehát, hogy találkoztál ilyennel, vagy egyáltalán jogos ez az én felvetésem, hogy torzulhat? Biztosan. Fölvesz az ember egy magatartást, amit ugye attól kezdve, hogy reggel fölveszi az egyenruhát, este még le nem veszi ott, mert ott nyilván nincs az, hogy Erika nem mondja, hogy parancs értettem, de biztosan torzul. Én azt úgy szoktam humorosan fogalmazni, hogy ami nem is humor egyébként, hogy a mai napig azt figyelem, hogy, és azt próbálom megoldani, hogyha valakivel beszélek, az nekem mély füllent. Uh-huh. Mert egyből tehát azt észreveszem. Uh-huh.
valahogy érzékem van hozzá, meg állandóan az jár a fejembe, hogy az elébb nem ezt mondta, most akkor ez hogy jön, akkor ez nem passzol. Uh-huh. És hogyha nem is, sőt, nem szoktam az orra alá dörgölni, mert mindegy, uh-huh. de az én személyiség, például megízzem a rendszámokat, tehát ilyen gyagya szokásokat fölvesz az ember. Uh-huh. Ez nem torzulás, ez csak egy, hát mondhatnám, hogy munkahelyi ártalom tulajdonképp, úgy van, munkahelyi ártalom, igen. Nem, hogy odafigyel. Igen, igen. Meg valószínű rendkívüli mód defenzív vagy, tehát, hogy megpróbálod előzni az igen. adott problémát, ha jól sejtem. Igen, igen, igen. Legyen az egy közlekedési helyzet, vagy éppen egy tömegrendezvény, és látsz valamit. Egyébként ilyenkor mondjuk Simon Károly, mondjuk kimegy egy majsonapoki programra, rengeteg ember van, és érzékeled körülötted, hogy valami gond van ilyenkor, benned mi mozdul meg? Mész rögtön a rendfenntartók felé, inkább arrébb mész. Most jelen pillanatban például mit tennél? Mindjárt 23-án a savanyúság voltunk előtt egy bácsi, találtam a járdán fekve a biciklije mellett a szemüveg összetörve. Aha. Hát jó, megijedtem, mert láttam én már ilyet sokat, de hát konkrétan, amikor ott hörög egy idős ember, egy idős férfi, az azért úgy megérinti az embernek a lelkét is. Ugye oldalt támasztottuk, megnéztük, hogy lehet-e, tehát hogy nyelvével nincs gond. Uh-huh. PET-palackos üvegekkel kitámasztottuk, mert mindig vissza akar dőlni, hogy ugye légútjai szabadonjáratok legyenek. És szóltam a rendőrségnek, meg a mentőknek, hogy gyertek, és hát, amit tudtam, én megtettem. Nagyjából ilyeneket tudok tenni, de nem intézkedni, nem, uh-huh. nem. Meg nem kérdezem meg a Gábort, hogy miért így csinálod, miért úgy. Uh-huh. Ő pontosan tudja, hogy kell csinálni, és jó is csinálják szerintem. Uh-huh. Nem intézkedek. Kiskunhalason ott folytattattad volna a munkádat, vagy igazából ennyit szántál magadnak, ott ugye végül is egy korkedvezményes nyugdíjba vonultál. Arról lehet tudni esetleg? Lehet. Hát a konkrét oka az nem az volt, hogy nem volt kedvem már rendőrködni, hanem az, hogy ez a munka hatalmas stresszel jár. Uh-huh. És miután észleltem magamon olyan testi tüneteket, nevezetesen ilyen 210-220-as vérnyomás esténként, főleg vasárnap este, uh-huh. hogy hát el kellett gondolkodnom rajta. Én még maradtam volna szépen szerint még egy 4-5 évet, utána már nem. Uh-huh. Tehát a terve ez volt. De ugye ez a vérnyomás probléma, ez beelőzte, vagy átírta a terveket, és azt kellett eldöntenem, hogy vagy a rendőrség hősi halottja leszek idézőjelben, vagy a lehetőségekkel élve, akkor kilépek ebből a mókuskerékből, hát így döntöttem. Azóta a vérnyomásom rendben van. De valószínűsítették, mert ott raktak rám gépet, meg mindenféle ilyen eszközöket. Mindig vasárnap este jött, hogy ugye hétfőn kezdődött a munkahét, és hogy na, mi vár rám. Uh-huh. És valószínű, és ott már akkor hát dolgozott a belső. Vasárnap este már belső, már gondolom én, hogy ez volt az oka. Na de nagyon sokáig nem pihenhettél utána, mert hogy olvastam ugye itt az életrajzodban, hogy önkéntes területvédelmi tartalékosnak hívtak. Azonnal lecsapott rád a katonaság? Hát. Hogy volt egy kis pihenőd? Két év. Aha. Két év pihenő volt. Önkéntes műveleti tartalékos vagyok, és a Kiskunhalasi járás önkéntes területvédelmi századának vagyok a parancsnoka. E minőségemben honvéd százados vagyok, tehát de halmozom itt a beosztásokat, meg rendfokozatokat. Nehéz azért elszakadni ettől a munkát, csak ez azért jóval nyugisabb. Uh-huh. Hogy attól tartalékos, meg az meg olyan, önkéntes. Meg önkéntes. Mit csinál ez az önkéntes tartalékos csapat? Hát nagyon sok mindent. Én például voltam a Nagy-Dunai árvíznél 2013-ban a védekezésben részt vettem. Uh-huh. Komáromtól
Szentendréig, azt a szakaszt, még ahogy vonult le az árhullám, azt ott védekeztünk, de voltam gyakorlaton, segítek kiképezni a fiatalokat, ugye mert hát azért, ha ahhoz azért megvan a tapasztalat, meg a tudás. De voltam lenne határon tavaly 2 hetet Bácsalmáson, őriztük a kerítések között a határt kollégáimmal. Uh-huh. Azért ezek olyan jó kis, ha úgy tetszik, kirándulások, ami nyilván jóval komolyabb, de, uh-huh. de úgy fogom föl, hogy nem kötelező, és nem kötelező, akkor az már lehet, hogy jó is. Uh-huh. És például nagyon nagy élményekkel gazdagodtam. És akkor találkozol a régi kollégákkal, bizony. Akik szintén ott igazából ilyen szolgálunk és védünk. Maradt igen ez a kategória. Igen, igen, igen. A hazádat szolgálod. Meg azért ezt így próbáltam már ezt a 10 pár évet, mióta az aktív állományból kikerültem a rendőrségre, hogy de előtte is, hogy a civil szervezetekben én nagyon aktív vagyok. Uh-huh. Tehát sok mindenben részt veszek. És ez is egyfajta szolgálat, én legalábbis így úgy fogom föl. Aha. Meg összeszerem a szemetet az utcán. Ha már ezt említetted, én most visszalapozok ehhez a szerepvárulásodhoz. Ugye, hogy jön a képbe a Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület, ahol ugye elnök helyettes leszel például? Voltam. Az mikor? Az, mikor az 90-es évek eleje. Uh-huh. A Agós Jánossal csináltak a számvetést, tanár úrral, nem tudom, hogy emlékszek, nézők biztos emlékeznek rá. Nekem jó barátom volt. Hát úgy, hogy édesapám megfertőzött, meg a keresztapám a horgászattal még kisgyermekkoromban, és hát ugye mindig kerestem a lehetőséget, hogy hol van, hol lehet horgászni, és hát amikor ahova oda kerültem, ott egyből tóltak előre, hogy akkor segítsél nekünk, légy szíves. Aha. És hát ahol tudtam, ott segítettem. Ebben a horgászattal próbáltad kikapcsolni magad a mindennapokból? Hát az egy óriási élmény. Aki szereti, aki azt mondja, hogy aha. csendes őrültek. Én nagyon szerettek kint, nézegetem a madarakat, mókust, vaddisznót aha. néha. Erre majd visszatérünk még egyébként, a Facebookos posztjaid lesznek még érdekesek, de azért én tovább kérdezném ezt az egyesületi történetet. Kiskunmajsai Asztali Tenisz Klub elnöke vagy, nyilván nem most ugye a Tanácsimi, mikor voltál az elnök? Nem a Tanácsimi egyébként, hanem a Pelikán Laci bácsi. Igazad van, igen. Tanácsimi szerintem a titkár. De igen, és intézi ezeket a napi ügyesben. Tagja vagyok az egyesületnek igen, amúgy. Igen. Hát... Úgyhogy kellett egy olyan kikapcsolódás, ami a horgászat kikapcsolódás, de nem jár mozgásra. Hát jó, mi legyen az. És gyermekkoromtól imádtam pingpongozni. És a Horváth Pista bácsi, a szép emlék Horváth Pista bácsi, akiről ugye a sportpálya el van nevezve, hát ő volt egy nagyon jó barátom, nevezhetem így, és ő vele, Bognár Imre tanár úrral, Bodor Zoli is járt velem pont éppen egyszerre, nem? Pingpongozni, és így belekeveredtem ebbe a történetbe, és hát MB2-ig fölvittük a férfi csapatunkat, ami azért nagyon-nagyon nagy szó volt, mert mindig följebb kerültünk, a városvezetés annál kevesebb támogatást adott. Meglehetősen sajátos érvekkel, hogy kevés benne a Majsai, de hát MB2-es Majsai fiúkat nehéz volt összeszedni. Mm. De a Csikó csapat, ugye, amit kötelező volt indítani mögöttük, azok már ezek tanultak tőlük, a félegyházi kecskeméti ilyen játékosaink voltak. Mm-hmm. És ennek a szép pingpongos karrieremnek az a tenisz pályaépítés vetett véget, mert elkezdtünk teniszpályát mm-hmm. építeni, mert ez volt a másik nagy szerelmem. De erre úgy álomként gondoltál, nem? Mert azért Kiskunmajsán ennek nem volt hagyománya, hogy egy teniszklub... Valamikor a Piasztéren volt. Piasztéren volt egy teniszpálya, úgy tudom. Uh-huh. A mostani Piasztéren? A mostani Piasztéren. Aha. De hát azt ugye nem... Úgy szerintem, hogy felszántották, nem tudom, mi lett belőle. Hát most nyilván most parkoló, azt uh-huh. látom. Történészeknek adunk egy kis feladatot, ők biztosan jobban tudják. Megvan ez már, valahol le van írva. Mm. Lehet, hogy pont a Pista bácsi visszaemlékezésében egyébként. Mert már olvastam.
Sterbe Zoli volt a ötletgazda, és azt sem tudom, hogy mivel fogott meg, hogy elmenjek. Egy megbeszélés volt a művelődési házban, működött akkor a Majsai Rádió, és annak a termében, a földszinten összeültünk, 8-an, 10-en, nem tudom hányan, Meggyes tanár úr, Cirkó Laci, én, Terbe Zoli, lehet kellene emlékeznem a többiekre is, de többen voltunk. Hát építsünk, tenisz, építsünk. Hát hogy ne építenénk? Jó, de hol? És akkor kinéztük ott a mostani helyet, és ott volt egy érdekes sztori, mert vertük le a karókat, ugye amikor városra megegyeztünk, hogy mekkora területet bérelünk, vertük le a karókat, és megáll egy varburgos, bajszos fiatalember, és mondja, mit csináltok? Hát építünk teniszpályát. Ki ez a varburgos? Ez a Bauer Sándor, kertészünk és antenna szerelőmesterünk. És szerintetek azt mondja, mert ugye mi elvágólag úgy, ahogy az én eszem általában jár, hogy minden sarkosan legyen, meg szerintetek a focipálya mély így áll? Miért? Hát azért, mert a tájolása nem mindegy egy sportpályának, hogy a nap ne hosszába járja, hanem lehetőleg keresztbe, hogy ne kerüljön hátrányba az egyik csapat a másikkal szemben. Na, akkor főszedtük a karokat, azt átszúrkáltuk. És utána megépítettük társadalmi munkát. Tudod, hogy ez nekem hányszor eszembe jutott, amikor ilyen légi felvételt láttam, hogy ki volt az, aki ezt így helyezte el, és eszembe nem jutott volna, hogy a napjárása közben játszik ebben. És a teniszpálya is akkor ehhez igazodik? Igen, a napjárásához. Ugyan pont ugyanúgy áll egyébként, megnézed majd, mint a füves, meg akár a műfüves focipálya is. Mai napig teniszezen, ugye? Igen. Bár most inkább a pingpong újra megy. Nem. Mind a kettő párhuzamosan? Igen. Igen. Hát, egy pingpongon biztos van, az a szerda, tegnap este is ott jártam. Hogy sikerült? Na, nagyon jó. Többieket kéne kérdezni. Nekem mindig benyomásaim vannak csak róla, mert nem írunk eredményt, meg általában párosozunk, és akkor aki hazamegyek, kérdezi a feleségem, milyen volt a pingpong, nem jó. És akkor, de valamikor azt mondom, hogy nem jó, de az a ritkábbik. Akkor nem megy a játék, fáradt vagyok, vagy nem tudok figyelni, vagy éppen fáj a térdem, mert műtötték nem olyan rég. Ja, és akkor hát ugye van a szerdai pingpong, hétfő, péntek tenisz, szombat, vasárnap, hétfő, ha van alkalmas, akkor meg a pece. Mert hogy Ponthorgász Egyesület alapító tag is vagy. Igen, ez a Dombító. Igen, Dombító. Na, ebbe hogy kerültél bele ebbe az egyesületbe? Hát úgy, hogy kikerültem a Monnét. Nem elküldtek meg, hanem akkor a pingpong, meg a tenisz a sok volt, és nem jutott időm horgászatra. Meg akkor még ugye aktív voltam a rendőrségem, és hát ugye minden nem lehet csinálni. A huszárnak is csak egy lovat lehet megölnie. És akkor fölhagytam a horgászatra. Na, onnét kikoptam, és megkerestek a Szabó Tibor, Meggyes tanár úr, Dódi, Ruskó tanár úr, hogy kéne egy egyesületet csináljunk, és akkor csináltunk egy egyesületet. És ebben te már nagyon profi voltál, hogy ezt hogy kell megoldani. A Ruskó tanár úr az profi volt, én csak úgy, én voltam a tömeg. Hát említetted nekem, hogy meg hát mindannyian tudjuk itt Kiskomajsán, hogy a Félegyházi úton savanyúságokat árulsz, tehát kicsit itt most lépek tovább, hogy mennyi mindennel foglalkozik Simon Károly. Savanyúságokat árultok kedves feleségeddel a Félegyházi úton, de ugye említetted, hogy ez egy régebbi történet, tehát ez sokkal régebben indult. Mikor kezdtétek ezt? Mert volt egy időszak, amikor nem árultátok. 96-ban született a lányom. Kezd 97. Látszólag nincsen semmilyen 98. összefüggés a munkád és a savanyúság árosítás között. Rokoni kapcsolatok vannak, vecsésről. Keresztfiamnak a sógora, a tulajdonosa annak a savanyító üzemnek. Ez nagyon, nagyon komoly, nagyon szépen összerakott savanyító üzem. A keresztfiam a sógora a tulajdonosának. És már akkor is úgy volt ez az ötlet, hát akkor inkább kényszerű, szükségszerűség volt, anyagi szükségszerűség, mert azért a közszolgákat azért soha nem fizették agyam, és akkor nekünk
különböző magájellegű dolgok, mert sok kiadásunk volt, és akkor azért csináltuk, akkor abba hagytuk, és most ez inkább a feleségének a nyugdíjas éveit készítjük ezzel elő, hogy akkor, ha ő nyugdíjba megy, ő is a rendőrségen dolgozik egyébként, halasan, hogy akkor lesz neki egy elfoglaltsága, vagy egy bevezetett üzlete. Amit de akkor ez egy kicsit több az, mint egy sima üzlet és ilyen kereskedelem, mert kapcsolatban vagytok azokkal, akik előkészítik, vagy termelik, vagy készítik. Tehát, hát hogy sok gazda is megkeres azzal, hogy van neki céklája, van neki, tudok-e rávevőt, de hát nem. Oda irányítom a savanyító üzembe. Hát mert te nem tudod, nem fogod átvenni, ők tőlük veszed, ugye nyilván igen, a készet. A kereskedelmi forgalomba hozható termékeket. Igen. Na, térjünk rá egy picit a Facebookos jelenlétedre, mert hogy az azért igen aktív. És hát nyilván, amikor így hívok valakit, és hogyha van lehetőségem, ránézek az internetre is, hogy mi lehető föl róla, és rögtön szembe tűnik valami nagyon fontos dolog, hogy te egy hihetetlen állatbarát ember vagy. Igen. És hát nyilván kezdődik ez, hogy látom a kutyákkal, de nem áll meg itt a történet. Van két örökbefogadott macskám. Nyilván ez hozod ezt a tradíciót, vagy nem tudom, a családtól, vagy egyáltalán hogyan. A gyerekeim biztos, hogy átvették. Szabolcs fiam az rókatápot vesz a Tesco-ba is, teteti a vadrókákat. Küldi a fényképet, hogy azonosítsam, ez milyen madár, hát nem mindig sikerül nekem se. De biztosan szüleim is állatbarátok voltak, de hát ők azért elég sokat kellett ahhoz dolgozni, hogy ilyen szenvedélyeket azért nem teljesedtek ki. De én odukat gyártatok, vagy gyártok, meg javítok föl, mert ugye azért ott tönkre mennek ott a fán elég hamar. Uh-huh. Etetem őket. Télen, nyáron ez nem szabad. Ez úgy az udvarodra korlátozódik? Igen. Hát igen. Szívesen elmentem a kis erdőbe, megnéztem azt a kiállítást ott a madarakról. Uh-huh. Sajnálatos módon láttam, hogy mi történt a madárlessel. Milyen állatokat látsz egyébként az udvarodban, így, hogy ott a madáretető, mi jelenik meg? Mivel lehet most találkozni? Most? Uh-huh. Hát most a vonuló madaraknál, hát vannak a csontollóak, akkor cinkém az volt olyan, hogy egy oduba egy évbe 30 kis cinke kirepült 3 költésből. Nagyon sokféle, meg a karvaj, amit a feleségem kifejezetten nem szeretne, hogy az megviszi őket, az egy ragadozó madár, az is jár oda. Sünik néha betévednek, akkor a kutyám, egy mentett kutyánk van. Az akkor nagyon fő van lázdva, mert nagyon nem azt mondja, az én placom, mindenki húzzon innét, még verebekre is haragszik. Sokféle madár, gyakorlatilag szajkó is volt, mert nem egyszer, de sok madár jár oda. Az oduba egyébként cinkék meg verebek költenek, olyan típusú odukat raktam ki. A másik dolog, ami feltűnt nekem, és mivel posztoltad, ezért merem megemlíteni, egy kicsit komolyabb téma, édesapád hiánya, és ezt megemlített több posztban is. És az előbb, amikor a karizmádat említettük, ugye eszembe jutott, hogy nem-e tőle örökölhetted ezt. Édesapád miben nyújtott neked segítséget? Most így felnőttként hogy gondolod, hogy hasonlítasz rá? Szeretnél olyan lenni, mint ő? Mert hogy a hiányát azt abszolút érzékeljük a posztokból. Hát édesapám a csakrámat, meg az aurámat egy pofonnal helyre tette, tehát mindig tudtam, hogy mi a pálya. Persze, hogy hiányzik. Azon már sokat gondolkodtam, hogy egy mondjuk egy olyan korú embernek, mint én, ugye a két nagyon fontos dolog van a világon, a szülei, meg a gyerekei. Mert önmagával igazából foglalkozik, amennyit kell, vagy amennyit az élet megkíván. De a szeretete az ugye a szülők felé hála, meg gondoskodás formájába, meg a gyerekek felé, akikre ugye, ha tehetjük, büszkék vagyunk, már pedig én az vagyok rájuk. És ez a két dolog, ami meghatároz most engem.
azon kívül, hogy amit mondjuk fősoroltál, meg amiről beszélgettünk, amiket teszek. Jó, de azon kívül, hogy helyre de... rakott, azt gondolt, hogy hasonlóan karizmatikus ember? Bő, igen. Mert azért igen. Említettél nekem, mert azért foglalkozott, tehát ha mondhatom, ugye te is rengeteg minden dologgal foglalkozol és foglalkoztál, de édesapád is nem egy otthon ülő esztergályos volt. Hát ő volt szénbányász, volt vitorlázóreplő, volt műugró. Azért mondom. Volt zenész. Tehát helyben ő se tudott maradni, mindig szeretett hát volna aktív, valamit aktív volt nagyon. Aha. Meg amikor megszülettek az unokáját, akkor az meg neki a maga volt a csoda. Simon Károly most 59 éves. Nemrég ünnepelted a születésnapot. Mondanám, hogy boldog születésnapod, de kicsit kicsúsztunk ebből a határidőből. Elégedett ember vagy? Hogy érzed most az egész életedet, hogyha át tudnád egy pillanatra gondolni? Elégedett ember Simon Károly? Hát ezen szerintem minden ember, aki minden ember ezen gondolkodik, ha nem is minden nap. Igen. Sok barátom van, ezeket fősoroltam, ezek olyan emberek. Példaképpen Szikora Gyula, aki a Madárbarátkert morsai meghonosítója, Horváth Pista bácsit barátaim között emlegethettem. Tehát nekem olyan sok barátom van most a sportársaim. Az vagyok. Hát ami hogy az, hogy látom édesanyám a kor előrealattát, egészséges, hála Istennek, de azért már 80 éves. Apu hiánya az azért eléggé markáns. A három gyerekből kettővel elég ritkán találkozom, napi kapcsolatban vagyunk, de a fizikai találkozás az ritka. De amúgy igen. Hát azt mennyi mindent jót csinálok. Egyébként igen, és annyira örülök, hogy ilyen pozitívan gondolkodsz ez ügyben. Te, aki ennyi emberrel találkoztál, meg hát nyilván, ahogy mondom, szerintem fontos, amit mondasz a majsaiak számára, tudnál tanácsot adni, ugye ezt mindig utolsó kérdésként szoktam föltenni itt az emlékkönyvben, hogy valami életbölcsességet, valami olyan gondolatod lenne, ami úgy igazából hogy vezérfonalként, akár most, akár az egész életedet végig kísérte, adjunk valami tanácsot a kedves nézőknek. Jaj, ez nehéz feladat. Ami mi, amikor megbeszéltük ezt a beszélgetést, szóba került, és hívtál, elkezdtem gondolkodni, hogy vajon miért? Vagyok, miért lehetek én érdekes bárkinek, hiszen, és ez lenne a tanácsom, hogyha, bár nem kérte senki, csak te, az lenne, azt gondolom magamról, hogy én soha nem csináltam semmi extrát, végeztem a dolgom. És igyekeztem azt jól tenni. Na most ez lenne a tanácsom, mindenki végezze a dolgát, a saját dolgát, azt próbálja meg jól tenni, és biztos, hogy haladni fog ő is, meg mindannyian. Uh-huh. Hát valami ilyesmit tudnék tanácsolni. Meg vigyázzanak a barátokra, mert az nagyon nagy kincs. Így a műsorunk végén. Gábor, téged is megkérdezlek a technikai pult mögött, hogy van-e valami kérdésed a Károlyhoz? Igen, megfogalmazódott, mégpedig az, hogy az egyenruha, a dísz egyenruha, az mit jelent a számodra, vagy mit jelentett, amikor felvetted? Hát az, amit ez kicsivel több, mint amikor egy ember öltönyt húz meg nyakkendős elmegy a színházba, mert annak azért a rendfogozat miatt a különböző, meg az egyenruha az egy ünnepi, mindig egy ünnepet jelent, mert nyilván nem a dísz egyenruhába jár az ember dolgozni, az általában vagy állami ünnep volt, vagy nemzeti ünnep, vagy rendőrség ünnep, tehát valamilyen oka volt annak, vagy egy kollega ment féhez, nősült meg, és mondjuk rendőresküvőt csináltunk neki, karddal mi egymást, volt ilyen is, nem is egy, hát az egy, megvan egyébként mind a két, a rendszerváltás előtti dísz egyenruhám is, meg a mostan is, és használhatnám is, ha beleférnék. Sajnos most a válfa magányában vannak, mert nem. Ez egy kicsit azért, ez korral azért nem csak a tapasztalatom gyűlt, hanem a térfogatom is.
Szibon Károly, nyugalmazott rendőr alezredes. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és tényleg nagyon köszönöm, hogy ilyen őszintén válaszoltál az érdeklődő kérdéseimre. Emlékkönyvünk van, kérlek, hogy ebbe tégy te is egy aláírást, és további sok sikert kívánunk számodra és kedves családodnak szintén. Köszönöm szépen. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk.